2015-ben elindítottuk egy Ilok 3-2 nevezetű projektet, aminek a fő célja KKV-k felmérése, és igazán még volt digitális szempontból valamilyen szinten a fejlesztésük. Péres János előadása nyitotta meg a Modern Vállalkozások programját. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pakson tartott szakmai napot, amelyre olyan cégek képviselőit és vállalkozókat vártak, akik szeretnének lépést tartani a digitális fejlődéssel. Ipar 4.0 most egy speciális terület, tehát inkább a termelő, illetve raktározással foglalkozó cégeket érinti, vagy érintheti, de nem feltétlenül, hiszen adott esetben egy építőipari vállalkozás is, vagy egy vendéglátó, vagy vendéglátással foglalkozó cég is meríthet ötleteket, vagy informatikai megoldásokat. Az eseményen szakértők és tanácsadók tartottak előadást arról, hogy milyen külső forrásból lehet megvalósítani a digitális fejlesztéseket. Hogyan lehet az üzleti folyamatainkban úgy használni ezeket a digitális adatokat, hogy sokkal hatékonyabbá tegye a munkánkat, illetve előrelátóan tudjunk tervezni a vállalkozásunkat illetően. Az ügyvezető szerint egyre több az igény az egyedi tervezésű szoftverek iránt is. Ebben nagy segítséget jelent, hogy jó a hazai szakemberkáda, akiknek a munkájára támaszkodhatnak.